Jó napot kívánok, kedves tihanyiak, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Örülök annak, hogy ismét Tihanyban találkozhatunk, és egy újabb átadásnak lehetünk a részesei. Tihany gyönyörű, a Balaton mesés pontja. Jelzőt is nehéz olyat találni, hogy nehogy más esetleg sértve érezze magát, de tényleg csak azt lehet mondani, hogy gyönyörűséges mesés pontja a Balatonnak Tihany. És én azt gondolom, hogy a mai átadást ez a kis esőse ronthatja el a mai átadás örömét. Én szeretnék gratulálni a polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, a tihanyiaknak, hogy a Balaton egyik fontos pontján, a kikötőnél ilyen eredményes és sikeres fejlesztést tudtak megvalósítani, hiszen ez a település egyik fontos pontja, egy fontos kapuja. Az ide érkező vendégek itt találkoznak, akik hajóval jönnek, vagy akik mondjuk autóval is ide gyalogszerrel sétát tesznek, itt találkoznak a településsel először. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés, hogy azok a törekvések, amelyeket a polgármester úr fölvázolt, lépésről lépésre megvalósítanak. Szeretném azt is elmondani, hogy a kormány fontosnak tartja és támogatja, hogy a Balaton minél inkább vonzó célpont legyen hazai és külföldi turisták számára. Ehhez szükséges uniós és nemzeti források rendelkezésre állnak a 2014-20-as időszakban. Ezeknek a programoknak a kidolgozása folyamatban van. Szeretném aláhúzni és fontosságát kiemelni az együttműködésnek. Egyrészt a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal, másrészt pedig a települések, a környező települések egymás közötti együttműködését, valamint a települések és a kormány együttműködését, hiszen így együtt erősítve, tehát a települések, a kormány, az Európai Uniós források, ezek mind-mind garanciát jelentenek arra, hogy azok az elképzelések, amelyeket itt Tósok Imre polgármester úr fölvázolt, ezek az évek során megvalósuljanak. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak polgármesternek és mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, hiszen azért az látható, és amikor Andi Gábor tanszékvezető a kezembe adott egy kiadványt, és gyorsan belelapoztam, azért az látható, hogy itt nagyon komoly pályázatok voltak az elmúlt években, és nagyon komoly versenytársak voltak a települések számára, és éppen ezért is egy kiemelkedő és fantasztikus eredmény az, amit Tihany települése elért, úgyhogy még egyszer gratulálok mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. És hogy ahogy elhangzott a motto, egy jobb élet felé történő igyekvés, azt hiszem, hogy ez a kormányzat számára is egy célkitűzés. És ami sikert bemutatott most Tihany települése, én úgy gondolom, hogy a következő 6-7 éves időszakban, következő költségvetési időszakban, és ugye a rendelkezésre állnak majd Európai Uniós források, célunk az, hogy ezeket a forrásokat úgy használjuk fel, hogy az ország is egy jobb élet felé induljon el. És én biztos vagyok abban, hogy ez a csillagállás, ami jelenleg is van, azért egy szerencsés állapot, hiszen úgy vettük át az uniós forrásokat, hogy a tervezést már a következő 7 éves időszakban most már végre mi tehettük meg, és mi alapoztuk meg azokat az elképzeléseket, terveket, amelyeket a következő költségvetési időszakra kíván a kormányzat meghozni. Azt látni kell nyilván, hogy az operatív programnak az összehangolása az jelenleg is zajlik, és az Európai Unióval ezt egy partnerségi megalapodás keretében fogja a tagállam megalapozni. Ez a partnerségi megalapodás, ez várhatóan néhány napon, néhány héten belül lezajlik, megtörténik, aláírják a partnerségi megalapodást Magyarországgal, és utána indul meg az ebben szereplő tematikus célok és prioritások alapján az egyes operatív programoknak a részletes kidolgozása. Ugye nagymértékben már megvannak ezek a programok, de hogy részleteiben mit kíván egy tagország ebből megvalósítani, és az hogyan tudja összeegyeztetni az Európai Uniós elképzelésekkel és keretrendszerrel, ez fog a következő napok, hetek, hónapok munkáját jelenteni az egyes minisztériumok számára, és legfőképpen a miniszterelnökség számára. Az a célunk, hogy a vidéki lakosság életképessége az egész Magyarországon növekedjen, és a legfontosabb célkitűzésünk pedig az, hogy olyan fejlesztési beruházások valósuljanak meg, amelyek elsősorban munkahelyet teremtenek és a foglalkoztatást növelik. Nyilván nem csak a vidékfejlesztési források állnak majd rendelkezésre a települések számára, sőt,
A települési operatív program is, amely nem az én államtitkárságomhoz tartozik egyébként, de a miniszterelnökségen belül van természetesen, és pontosan az a célom, hogy az összes operatív programot egy kézben, egységesen, áthátlatúan egy eljárási rend mellett alakítsuk ki. Tehát a települési operatív programok is, és az úgynevezett gazdasági és innovatív operatív program, a GINOP is rendelkezésre áll majd. Előbbi több mint 1150 milliárd forintos fejlesztési forrással. A KEHO pedig, ugye ez egy környezeti és energiahatékonysági operatív program, ez szintén több mint 1100 milliárd forinttal áll majd rendelkezésre. Nyilván nem csak önkormányzatoknak, hanem mindenki számára, akik ezeket a forrásokat igénybe kívánják venni, legyen az a vállalkozói szféra, legyen az a civil szféra, legyen az akár önkormányzat.